Sok szeretettel köszöntöm a sajtó megjelent képviselőit, mellettem Szüdi János, a pedagógusok szakszervezetének szakértőjeként vesz részt ezen a rövid tájékoztatáson. Ennek a mai meghívásnak a célja és tárgya nagyon röviden annyi, hogy hírt adjunk arról, hogy miközben nagyon sok szó a közbeszédben és a sajtóban arról szól, hogy a szakszervezetek, vagy a par excellence pedagógusok ki vannak szorulva, ki vannak szorítva a kormány működéséből, illetve a működés szabályozásából, addig az utóbbi időben kevés szó esik arról, hogy a pedagógusok világának meghatározó szakszervezeteivel, különösen a számszerűen is számon tartható úgynevezett reprezentatív szakszervezetekkel, az összesen 6 szakterületi szervezet közül 5-tel nem csak megállapodás született arról, hogy együtt fogunk működni a jövőben, hanem folyamatosan írásban és szóban, éppen jelenleg is ennek az épületnek egy másik emeletén folynak a szakmai egyeztetések. Gyakorlatilag olyan egyeztetésekről van szó, amelyeknek a témáit a pedagógus szakszervezetekkel, mint sztrájkbizottsággal a kormány állapított meg egy megállapodásban, tehát itt a állami átvétel monitorozásával kapcsolatos eljárásrendet állapítottuk meg közösen, amely azóta már működik. Megyei fejlesztési tervek rögzített szövegének a jogszabályba ágyazásáról állapodunk meg éppen ezekben a percekben, illetve majd az egyik legfontosabb téma, amelyre ki kell térnünk, az a pedagógusok foglalkoztatásával és az életpálya modellel kapcsolatos szabályozásnak a közös megtervezése. Ugyanígy egy közös téma, amelyben eszmecserét folytatunk, a Klebersberg Intézmény Fenntartó Központ működésének a szabályozása. Valóban folynak az egyeztetések. Úgy gondolom, hogy ennek lényege a rendszer egyes elemeinek a megóvása, amely fontos a szülőknek, fontos a tanulóknak és fontos a pedagógusoknak. Azt szeretnénk elérni, hogy a tanulók ugyanott tudják megkezdeni a tanulmányokat szeptemberben, ahol most befejezik, és az az ehhez kapcsolódó elvárás és igény, hogy a pedagógusok megfelelő díjadás elismerés mellett léphessenek át az új foglalkoztatási rendszerbe. A megállapodások egymás után követő időszakokban folynak, ez a második alkalom, amikor találkozunk, azt lehet mondani, hogy elkezdődtek, de még sok megoldásra váró feladat van. Szeretném még hozzátenni, hogy nem egyszerűen egy formális megállapodásról, illetve beszélgetés sorozatról van szó. Nagyon fontos és értékes segítséget kapunk a szakszervezetektől és a szakértőiktől. Tehát valóban közös a cél, és úgy érzem, hogy a szakszervezetek is ezt a célt látják a maguk szeme előtt.